Sziasztok, köszöntelek benneteket, és nagyon köszönöm, András, hogy meghívtatok ide, és láthatom ezt a csodát. És eddig ugye a komposztelep kapcsán, illetve az új parkok kapcsán találkoztunk mi, de hát most megláttam az oldalatokon, hogy van itt egy fantasztikus termesztőtelep, vagy javíts ki, ha nem jól mondom. Így van, termesztőtelep. Itt vagyunk a termesztőtelepen, így van. És hát muszáj volt látnom, és akkor végig megyünk házról házra, hogy miket árultok, hova kerülnek ezek a növények, hogyan készülnek el, hogy lehet hozzájutni, úgyhogy minden ilyen vezeskörben majd kérlek. Igen, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljöttél, mert tényleg beszéltünk is róla, hogy ezt muszáj megmutatni mindenkinek, illetve a látogatóknak, akik ugye szeretettel követnek téged is, hogy tényleg amivel a boltok polcán találkoznak a végfelhasználók, azok gyakorlatilag sok-sok növény innen származik, és szerintem ezt nagyon kevesen tudják, illetve az, hogy itt milyen sok kolléga dolgozik, és szíve lelke benne van abban, hogy ilyen szép virágokat lássanak már most. És ugye ez nem csak a virágboltokban, hanem a ti általatok fenntartott parkokban is így bekerülnek. Így van, bárki mondjuk kimegy a Margit szigetre, vagy a Gellérthegyre föllátogat, illetve a városba jár, akkor nagyon sok ugye egynyári vagy évelő ágyással találkozik. Ezek a növények innen kerülnek ki, és kicsi korától már, ahogy majd körbe vegyünk, a pici magtól elkezdve itt gondozzák a kollégák, hogy ilyen szép növényeket lássanak majd kint a közterületen. Hát igen, nálam, nekem ez veszélyes ilyen helyre bekerülni, mert mindent is szeretnék, de majd megállom, hogy... Igen, hát minden nem eladó, minden. De igen, van, igen, de szabad nekem sincs nagyon hely, de ezeken majd végig megyünk természetesen. Amelyik, milyen, fóliasátor, hogy fogalmazom? Igen, ez egy fűtött fóliasátor. Fűtött fóliasátor. Ugye ez teljes mértékben automatizált, ugye mind a párásítás, mind az öntözése, vagy árasztásos asztalok vannak. Ugye hátul látjuk a keverést, ahol ugye be lehet keverni tápanyagot. De hogy ebben lévő növények, ezek már az eladás előtti állapotban vannak. Hát most már ezek kész növényeknek tekinthetjük, ezek már eladásra, növények. Illetve ültetésre várnak. Hát ez egy cserép, tehát azért ez egy jól kifejlett kis példány. Igen, és a kollégák azt szokták mondani, hogy mi a különbség mondjuk egy gyorsan, olcsón előállított növény között, és mi a különbség, amikor mi itt a kollégák tényleg szeretgetik és figyelnek erre a növényre, az, hogy lehúzzuk a cserepet és látjuk a gyökerét. Igen, szóval, ezt nem mertem megtenni, mert... Láttam, hogy a mozdulatod ott volt. Igen, de akkor megmutatom. Nézzetek, milyen gyönyörűen begyökeresedett növény, tehát nem csak egy kis dugvány bele pakolva, hanem ez már ebben szépen belenőtt, ez belekerül egy új cserépbe, balkoládába vagy szabadföldbe, akkor ennek baja nem lehet. Így van. És ugye azért sajnos látunk olyan tapasztalatot máshonnan, nem hazai, hanem külföldi forrásból származó, amikor ilyen nagyobb cserébe belerakják a picike éppen, hogy csak dugvált, és akkor ugye méret szerint van az árazás. Igen. Nálunk ilyen nincs. Meg kiveszem a cseréből, ugyanott elkezdett elterjedni a gyökere, de szétesik a föld, lapdája, amik egy évelőnél még nem is annyira nagyon nagy baj, de azért jobb, ha sem esik szét, de azért az egynyáriknál nem tesz olyan jót, azok is hajszál gyökerek sérülnek, azért ez sok hatás neki. És hát én is mindig mondom, hogy magyar termesztőktől vásároljatok, magyar szaporító anyagból, ez itt szokott hozzá ehhez a klímához, a magyar kezekkel készült el, tehát egyrészt támogassuk is őket, meg hát sokkal szebb lesz tartósan a kertben, mint hogy egy holland vagy egy belga idehozott növény megkapja ezt a erős UV-t, a légszárasságot, és sokkal kevésbé lesz ellenálló. Na de akkor ne beszéljünk ennyit, hanem nézzük, hogy így van a terméket, már nagyon kíváncsian várom, hogy mik fogadnak itt majd. Józsi bácsi, kérlek. Szomorú Miklós vagyok. Katona József vagyok. Józsi bácsi, kérlek, mondd el, hogy te itt azért nagyon régóta itt dolgozol. 1986 óta, amikor éppen én megszülettem, te már akkor itt igen, voltál. Igen, itt köszönöm, voltál. Te már itt voltál, és tényleg az egyik szíved, lelked minden munkában és növényben benne igen. Van. Úgyhogy kérlek, mondd el, hogy most itt mit láttunk magunk körül. Hát a növényeknek az élete gyakorlatilag itt kezdődik. Hát ez az első fázis. Tehát a magvetés... itt történik, a növényeknek a kezelése itt történik, a betűzdelése, és innen indulnak utána a cserepezéshez. És honnan van a mag? Az vásárolt? Van saját... vásárolt mag is, és van saját magunk fogás is. Saját szedési mag, igen. Szuper. Itt van mögöttem egy, hátrébb lépek, ez egy gondolom egy földkeverőgép. Ez egy tálcatöltőgép, ami úgy működik, hogy itt vannak a tálcák, ezt a tálcát ide rakjuk, a gép beindul, ott megtölti, valaki ugye rakja bele a földet, és ott kijön a kész tálca. Utána ezt beöntözzük, és akkor ebbe vagy magot vetünk, vagy tűzdelünk. Aha. És
a következő fázis az... Kirakjuk az asztalra, beöntözzük, és akkor ugye figyelni kell, hogy ne száradjon ki, be legyen öntözve, ha esetleg növényvédelmi problémák vannak, akkor arra is figyelünk, és ez már egy kész tálca. Tehát ez már a végeredmény. És akkor ezt ti tovább átültetitek? Ez kerül, ezt ki lehet, venni, akár el is adjuk. Ha megrendelik, akkor így eladjuk, de ha nem, akkor cserébe kerülnek. Tehát nagyon könnyű vele dolgozni, és akkor ez egy cserébe bekerül. Akár meg is tudom mutatni. Ezt is géppel szoktuk ültetni. Megtölti a gép a cserepet. Belerakjuk, és ez már egy, gyakorlatilag ez már egy félkész növény. Aha. És azt szintén ugye öntözés, tápoldatozás, növényvédelem, levegőzés, és akkor lesz belőle olyan növény, amit ott látunk. Ahol Andrissal elindultunk, igen. Az már kész növény. Itt van magvetés. Igen, magvetés, tűzdelés, ez félkész növény, így már félkész növény, és hogyha megnő, akkor már kész növény. Hát és ezt szok, bocsáss, vagy ezt szoktátok bölcsödének. Igen. Ez fontos, igen, hogy itt különböző elnevezések is vannak, aztán megyünk majd az iskolába, sőt az iskolába kezdtünk, de hogy... Ugye szokták kérdezni, hogy miért ilyen drága a virág, hát mikor csak ezt elmondva, hogy hányszor meg kell azt a növényt fogni, igen, megöntözni, átpikírozni. És nem lehet, tehát egész embert kíván, tehát azt nem lehet, hogy itt hagyjuk a levegőt, az öntözést, ha beborul, akkor kevesebbet kell öntözni, nagyon süt a nap, akkor többet kell öntözni, tehát oda kell figyelni. Tehát mire elkerül a víg felhasználva. Igen, nagyon sok odafigyelés és nagyon sok gondoskodást igényel. De hát sokat kapunk is vissza. Igen, tőlük, igen. Ezt mindenképpen el kell mondani, mert sokan úgy gondolják, hogy ez a növény ez csak úgy lesz. És amikor elmondja az ember a folyamatát, akkor lepődnek meg rajta, hogy hogy kerül az a növény olyan állapotba, hogy a vevőnek tessen. Meg aztán szépen virágosan és ott igen, tartósan. Ja. Megvan a megfelelő cserépméret, megvan a megfelelő ültetőközeg, a tápanyag utánpótlás, melyik növény mennyi vizet, mennyi tápanyagot szeret, tehát az, ahhoz is érteni kell. Hát ez sok-sok évi tapasztalat. Igen, igen. És ezért ilyen csodás itt minden. Tehát van, amit el lehet a sok vízzel rontani, van, amit ha kevés vizet adunk, akkor tönkre megy. Igen. Hát ahhoz is érteni kell a tapasztalat, az évek, a növénynek a szeretete, a növénynek a ismerete, az nélkülözhetetlen ember. Mert nekem is mindig kérdezik, hogy mennyit kell öntözni, és mindig mondom, hogy ez annyi mindentől függ. Milyen növény, mi a talaj, mi az időjárás. Muskátlit például, a muskátlit nagyon szerető egyszer nagyon megöntözik, utána megvárják, amíg a talaja megszikkad, mert sokan félreértik. Megszikkad, megint kap egy nagyobb adagot, gyönyörű lesz a muskátli. Van, aki azt mondja, én nagyon szeretem a muskátlit, megöntözi minden nap, tönkre teszi vele. Ugye ez a dél-afrikai növény. Igen, Dél-Afrikából származik. Hát ez nem trópusi, nem esik igen, minden nap rá az eső, nem is kívánja minden. Nem. És ha nem tudják, akkor gyakorlatilag a túl szeretgetéssel tönkre teszik. Szeretjük a növényeket, de ne túl szeretjük. Úgyhogy. Na, akkor menjünk a következő fázis. Tehát akkor az lesz a, ez ott a bölcsöde. Igen. Igen. És az meg a... Óvoda, iskola. Óvoda, iskola. Igen. És akkor most ahol vagyunk, ez a... Ez a teleltetőház. Most ugye egy kicsit éppen már nem teleltetünk, ki van ugye teljes mértékben pakolva, itt a leandereket szoktuk, meg pálmákat, de most már itt vannak az egynyári növények, az iskolában, ugye kiültetés előtt vannak, és Józsi bácsi, mondd el, légy szíves, hogy miket látunk itt, ahogy itt sétálunk. Hát egynyári növényeket látunk, ezek impáciensek, édesburgonyák, begóniák, tehát ezek mind kiültetésre kerülnek a fővárosban. Tehát ez ugye tehát ez ezek még félkészek, állapot. Igen. Tehát ott van az első, ez első, a itt már be van ültetve, úgy mondjuk, hogy végcserébe, tehát ebbe kerül már kiadásra, de még nincs teljesen begyökeresedve, még nem ért el a méretét, és amikor eléri a méretet, a megfelelő gyökérzetet, akkor kiadásra kerül. Hát akkor itt nevelődnek, és akkor megy igen, a következő fázis. Hát utána megy át a fóliaházba, ahonnan indultunk, ahol már láttuk, és hogy az... szépen be van. Az már az eladásra megy, igen, igen, onnan már mindjárt szállításra. És akkor ez a, az Impatience Valeriana, ugye ez a vízi... Ez a New Guinea fajta sorozat. Igen, és akkor ez a vízi fuchsia, vízi fuchsia, pistikének is hívják. Igen. Ez a, nem a hagyományos, hanem ez egy nagyobb levelű, nagyobb virágú. Aha. És említette a kolléganőt, hogy van, ami rezisztens... Hát a régi sima Impatience Valerianának... volt egy olyan betegsége, gombabetegsége, és annak most vannak új fajta sorozatai, amelyik már
ellenállóak. Rezisztens, tehát igen. Nem kell permetezni. Nem kell permetezni, nem megy tönkre, úgyhogy az nagyon jó dolog, jó, hogy nem kell permetezni, és fagyokig díszít. Tehát egy hónap múlva nem pusztul el betegségbe, ugye ez nagyon fontos. Aha. És akkor ott a Széchenyi fürdőnél szoktak lenni hatalmas ágyások, azt így csináljátok, amikor ilyen... Innen vannak a növények. Innen vannak igen, a növények. Az olyan gyönyörű. Ez tavaly a Kóskáros sétányon volt. Na. Úgyhogy hát nem valószínű, nem ez, hanem ugyanez a fajta növények voltak, igen. Na, szuper. És az édes burgonyáról mondjuk el, hogy ez nem az az édes burgonya, amit megeszünk otthon. Már megnő a gumója. Megnő a gumója őszre. Igen. Valaki megpróbálta. Igen, és azt hiszem ez a sárga, hogyha ketté vágjuk, ez mert nem sárga, nincs. Hanem bocsánat, fehér. Nincs még ez neki, de még megnézhetjük, mert már azért, de még nincs gyökere. Szép gyökere van, de még nincs megvastagodott gyökere. És akkor ezért gyönyörűen lecsüngett, meg a Váci utcában szoktam látni, abban a ültetőkös lehet, szoliternek is, és van, amikor más növénnyel is összeültetik. Igen, ugye kandellábberekbe is igen. Ültetjük, hogy lefusson. Lefoljon. Igen, igen, igen. Ebben van ilyen lila levelű ott van, is. Ott van mellette. Igen, ja, ott vannak. Igen. Van egy pár darab. Igen. És akkor a következő fázis, akkor az már amit, ahol elkezdik a beszélgetést. Igen, azok. Már gyakorlatilag bármelyik pillanatban kimehetnek. Azok a kész növények. Ahogy itt átjöttünk a házból, én láttam itt egy hatalmas fekete geotextiles területet. Igen, ez az új évelő konténertelepünk. Ez most már jó pár éve épül, itt korábban régi szegfűsházak voltak, aminek nagyon mélyen lemenő betontalpazata volt, a betont egyébként újra hasznosítottuk, le lett darálva, az lett az alapja, illetve nagyon sok olyan föld van még itt, majd fogjuk látni, amiben rengeteg üvegcserép van, illetve mindenféle szemét, de ezt itt rostáljuk le és válogatjuk ki, ezt is újra hasznosítjuk, és majd tőosztással fogjuk meg dugványozásra az évelő anyatelepet itt beültetni, és ezt szeretnénk már nagyban értékesíteni. Na, nem csak a sülejnek, az évelők az nálam nagyon-nagyon nyerő, tehát akkor lesz saját évelő termesztő telepetek. Igen, most is van egyébként, mert konténeres telepet most már jó pár éve egyébként előállítjuk, évente 50 000 darabot állítunk elő évelőkből, de most nagyobb mennyiségben szeretnénk, hiszen ugye látjuk, hogy ez egy fordulat ugye nem csak a biodiverzitás mellett, hanem tényleg az egynyáriak, amennyire tényleg tudjuk, akarjuk, eladjuk, de azért ez szorul vissza, és az évelő ugye a tendencia nálunk is, most már több mint 4 éve több évelőt ültetünk az egynyári ágyásokba, és ebben is van ugye azért egy változás, de a mértékét fönntartjuk, hiszen pont amiről beszéltünk, hogy Margit-szigeten ugye az ominózus szép egynyári kiültetéseket nem cserélhetjük át, nagyon sokan látogatnak ki, egy hétvégén több mint 2000 ember is meg tud fordulni, iszonyatosan leterhelt a terület, de viszont nagyon-nagyon gyönyörű. Hát ezt én is, sokat futottam ott, mikor még Pesten laktam, mindig arra bekerültem, mert annyira szép, hogy az kihagyhatatlan. Tehát szükség van az egynyáriakra, de azért én az évelők felé. Az évelők felé megyünk. Ne csak abból álljon az ágyás. Azt megmutathatom persze, még, hogy hogyan? Persze. Akkor szóval, hogy itt látjuk a kupacot, amiről az előbb beszéltünk, ugye jobb oldalon a nejlon, a szennyezett ugye, földet látjuk, ez korábban ugye itt volt a régi szegfűházakban található meg, vagy volt, és akkor ugye van egy rostakanalunk, amivel ugye kirostáljuk, mentesítjük ettől a szennyeződéstől, ugye mellette már ott van a kész termőföld, amit ugye ide visszadolgoztunk, ugye a körülbelül egy 3000 négyzetméteres a hátsó terület, ahol tőosztással ugye fogjuk az évelő anyanövényeket elültetni, illetve a sorok azért vannak kialakítva, hogy ne tudjanak egymásba kavarodni, egymást ugye átszaporítanák, vagy a magot, ezt most pontosan én sem tudom elmondani, de hogy külön itt a telepvezető kis tíme fölhívta a figyelmemet, hogy ez azért készült, mert az elején laikusként kérdeztem, hogy miért kell ezt így lefedni, ennek ez volt az oka, hogy ne keveredjenek a növények egymásra, illetve Józsi bácsi, mondd el, hogy még milyen feladat vár ránk itt, vagy rátok. Hát a talajmunka után, ha megérkeznek az anyanövények, azokat be kell ültetni, azokat is gondozni kell, és arra nagyon ügyelni kell, hogy az egy darabba egyféle növény legyen, és az ki lesz táblázva, hogy fajta azonos legyen. És azt tudjátok, hogy hány darab lesz, van már ilyen a fejetekben, hogy hány évelő lesz itt, hány fajta? Sok fajta. Jó, amit keresnek, amit szeretnek, ami szép, ami mutat, meg hogy időben el legyen húzva. Tehát olyan fajták, hogy tavasztól őszig mindig legyen valami, ami mutat. Hát ez zene a füleim. És ez már egy újabb állomás, itt már egy beültetett kandellám. Tehát itt már a kész növényeket úgymond
még a megrendelőnek a kérésére be is ültetjük, és ezek kikerülnek a városba az oszlopokra. Igen, ezek nagyon ismerősek. Igen, Rákóczi úton, Váci úton lehet látni majd őket. És ebben is látom, vannak muskátlik, ez ilyen félfutó. Félfutónak, ezt félfutónak hívjuk. A tiroli az majd ott van, ott látható. Az a teljes futó. Igen, az a teljes futó, és akkor a batátával lazítjuk meg. Hát ők meg akár másfél-két méteres nagy csőkörök. Igen, igen. Hát felkerülnek az oszlopokra, és akkor ott is gondozzák a kollégák, és a fagyokig nagyon szép szokott lenni. Jó. És ebből jó sok kerül ki, mert azért látjuk, ja, hogy van belőle egy kontingens, úgyhogy a város... Van már, ami majdnem, hogy kész van, és van, ami félkész. Igen. Csak azt el kell róla mondani, hogy ugye ez intenzív, úgyhogy a kollégáknak ott folyamatosan öntözni kell, hogy szép legyen, és ne száradjanak ki. És amiről még nem beszéltünk, itt is számok esetleg. Lehet, hogy nehezet kérdezek, hogy mennyi egynyáritok van, mennyi muskátli, ez esetleg vannak így fejben számok? Hát a saját, hogy a szakmai programunkban mennyit ültetünk ki, nagyjából 200 ezer egynyárit ültetünk ki, ugyanennyit a szabad piacra ugye meg is termesztünk. Az árvácska, ami ugye egy kétnyári növény, abból általában 130 ezret ültetünk ki. Fél milliónál tartunk nagyjából. Igen, ugyanennyit egyébként értékesítünk is, akkor az év előtt, amit mondtam, hogy 50 ezer darabot termesztünk meg, illetve van a szaporítóanyag. Igen, az 200 ezer darab körül szokott lenni. Igen. Ez akkor ilyen millió közel, vagy sőt, hát körülbelül. Igen. És ez akkor minden évben ennyit minimum. Igen. És igen. Még krizantén is szokott lenni. 20 ezer krizantén, igen, az... Korábban volt, igen, ugye a Primula, a Ciklámen. Primula is volt, Ciklámen is volt. Tehát végül is az év minden szakában volt valami olyan növény, ami adott szezonra nagyon jó volt. De azért azt el kell mondani, hogy amikor a gázár ugye megugrott, akkor ugye az egyik üvegházból lett fűtetlen üvegház, az korábban fűtött volt, és akkor pont ezek a növények már visszaszorultak, mert egyszerűen olyan árban került az, hogy előtt megtermesszük azokat a növényeket, hogy már nem érte meg soha. Ezért is jó az évelő, mert arra nem kell fűteni, így van, és évekig szép, úgyhogy igen, ez nagyon jó irány, igen, szerintem, igen, igen. Ami úgyhogy arra törekszünk, abszolút. És amiről még nem beszéltünk, hogy én, mint mondjuk kis vásárló, kisker vásárló értékesítés, az hogy jut el mondjuk ilyen szép muskátli, vagy begónia mondjuk anyukámhoz? Hát, hogyha jó, anyukának van egy kertfenntartója, akkor általában ugye nagykereskedőket szolgálunk, megrendelésre dolgozunk, vagy hát termesztjük meg. Mindenképpen előre kell, le kell szerződni, ugye egy kontingens le kell kötni, amit ugye meg kell utána vásárolni, amellett ugye, hogy a szakmai programunk szerint kiültetjük a fővárosba a növényeket, illetve vannak olyan nagykereskedők, akik ugye nagyobb áruházakba vagy kertészetekbe szállítják ezeket a növényeket, úgyhogy javarészt ezek tőlünk származnak. Most nem a reklám helye, de egyébként, ha most valahol veszünk egy kiflit tejet és növényt látunk, az valószínűleg tőlünk származik, aha, ha magyar természetesen. Na, ez nagyon jó hír, és akár gondolom kertészeti árudákhoz is jut el. Igen, abszolút, igen, vannak szerződött partnereink, uh-huh, akik kertészetek, ahol szintén meg lehet vásárolni ezeket, na, a növényeket. Budapest szerte nagyon sok helyen. Hogy ezt nem is tudom, hogy az egy-egy területnek, mondjuk akár vegyük a Deák teret, annak a beültetését azt mondjuk kidönti el, hogy ott mi kerül oda. Hát ugye van egy tervezési osztályunk, és minden évben tartunk házon belül elsőnek egy tervzsűrit, vagy tervbemutatót, és minden évnek megvan, hogy mondjuk a vízév, minden évnek külön van egy, úgy nem egy védjegye, egy témája, amire megtervezésre kerülnek ezek az ágyások. Mindig van A és B variáció, és az üzemegység vezetők is eljönnek, ők is tudják ezt véleményezni, és leadják a megrendelést a Timinek, a termesztőtelep vezetőjének, hogy akkor ezt szeretnénk ide, ez november vége felé megtörténik, és akkor ez szerint történik a termesztésnek ugye az egész folyamata. Akkor jöhet az évelők éve. De ugyanígy az évelő ágyások is. Most például egy két héttel ezelőtt a Gellért téren korábban a tamariska növények voltak, azokat sajnos ki kellett szedni, de átültetésre kerültek, ugye azt folyamatosan nyírni kellett, ott volt a zebra, a takarás volt, ott járt a villamos, karcolta, vissza kellett vágni, amikor virágzott volna a tamariska, pont le kellett vágni, úgyhogy az teljes mértékben évelő felület lett, egy új kiültetés lett, úgyhogy vannak olyan projektjeink, ahol használjuk az évelőket, és erre törekszünk. És ahogy itt sétálgatunk, azt látom, hogy ez egy üvegház, ugye az, igen, előző az fóliasátor volt. Ez mondom, egy régi darab. Ez egy régi üvegház, régen itt szegfűtermesztés folyt, uh-huh, és ezt a házat hát fűtés nélkül maradt, és akkor így hasznosítjuk. Tehát, hogy a kész növényeket még tovább
Tehát beültetjük, és akkor itt már ez a hőmérséklet, tehát úgymond napfűtéses ház. Na, hát tehát, hogy itt már, igen, jó. Itt már nem kell. Tehát megtakarítunk vele még talán energiát is, mert tehát már ezeknek a növényeknek megfelelő ez a hely. És akkor így nem került lebontásra. Tehát gyakorlatilag hasznosul még mindig a ház. Igen, láttam egy-kettőt, ami már igen. sajnos nem olyan állapotban van, de akkor ezt még lehet. Ezt még lehetett hasznosítani, igen. Valamit kiszúrtál itt az előbb. Igen, mert itt egy 10 növényes ágyásban vagyunk, de ezek haszonnövények. Ez mángold, meg karalábé. Mit keres itt? Igen, hát az idei év... Nem, az idei év újdonsága az, hogy a Gellért hegyen egy olyan ágyást terveztek a kollégák, ami egy ehető kiültetés lesz, és ilyen haszonnövényekkel lesz beültetve, de hát nyilván ez egy úgymond egy olyan projektünk, amit mi is kicsit azt mondjuk, hogy na próbáljuk meg, hány karalábét fognak elvinni, ugye azért a karalábé, amire megnő, az ugye nyár vége, de bízunk benne, hogy sikeres lesz, illetve a mángoldot korábban is használtuk, ugye különböző levélszíne van, illetve az errit látjuk, hogy sárga, vagy pirosas, és ezzel is ugye a színekkel lehet játszani, meg tényleg ilyen még nem volt, egy egynyári kiültetés zöldség palántákkal keverve. Igen. Hát ez aki mondjuk Angliába járt, ott biztos, hogy látott már sok ilyet, és nekem is volt már, hogy ahogy komposztáltam, elszorodott egy paradicsommag, egy mángold, vagy bármi, és hagytam ott az évelők között, hiszen maguk tényleg dísznövények is. De én azt mondom, hogy ha mángoldot még valaki le is lopkodja, vagy szedegetik, annyira gyorsan újra nő, hogy szerintem még szebb lesz. De azért nem szedjék le. De azért ne vigyék a Gellért hegyről. Na, ennek nagyon örülök, ez nagyon, nagyon jó kezdeményezés. Hát még mindig nem az évelők, de nem bírtam, hogy nagyon jön ki, de hiszen ez articsóka. Ugye ezt angliai parkokban rengetegszer láttam, de itthon még nem. Igen, a kísérlet folytatódik, hogy ugye ilyennel is próbálkozunk. És ez már meg vagy hova kerül, azon kívül, hogy az én kertemben. Ja, szintén a Gellért egy ágyásba fog ugye kerülni, a napraforgó is, ami most már nagyon szépen elindult, illetve itt van belőle egy törpe változat, ez is oda fog kerülni, és ahogy az előbb beszéltünk ugye a gyökerekről, már gyönyörű. Ez szinte már teljes mértékben kiültethető. Az már kiadható. Kiültethető. Hát ugye ez is haszonnövény, de dísznövény is egyben. Az articsókát, aki látott már virágozni, hát az tényleg fantasztikus. Szép és nagyon finom is. A napraforgóról nem is beszélve. És hát nem jutunk el az évelőkhöz. Én a Kleopátra tűjét is nagyon-nagyon szeretem. És nagyon jól legyen keresedet. Hiszen ez is egy egész nyáron virágzó, szuper egynyári, hát egy baj van vele, hogy egynyári. Ez tudod, hogy milyen fajta? Sugni fog nekünk segít. Timi. Szenyorita. És ezt kell tisztogatni, ahhoz, hogy virágozzon, vagy kiültetitek, és virágzik magától. Ez nagyon-nagyon tetszik. Nálam néha a földi bolhák megeszegetik, nem tudom, nektek van-e ilyen tapasztalat vele? A magvetettel van baj. Na, hát, szintén már a gyökere már ugye kifutott a cserétből, úgyhogy abszolút annyival előrébb van ugye az időjárás is, hogy nagyon korán jött meg a meleg, hogy a növények is már szinte vágynak a kiültetésre. Szenyorita, hát nagyon szép, gyönyörű. És ugye nyilván itt minden manuális, úgyhogy itt a kollégák töltik fel ugye a tálcákat, nyitják ki ugye fönt a üvegezést, a szellőztetést, itt minden kézi vezérelt. De hát látszik, hogy az idővasfoga azért itt eljárt ezek fölött is, más technológia van, ahogy a fóliaházba átjöttünk, hogy teljesen automatizált. Automata öntözős asztal volt, ez igen. Pedig manuálisan kézzel. Igen, meg ugyanígy. És a hasznos felület is nagyon jó, mert tehát a fóliában gördülő asztalok vannak, azt nem is mondtuk. Igen, tehát, hogy egy lehet. Út van, itt, tehát több út van, de egy út van, ami haszontalan felület, itt meg sajnos minden út. Tehát stabil asztalok vannak. És ezek mikoriak, ezek a házak? 1974-ben épültek. Akkor nem rég. Nem. De még mindig működik. Mindig működik. Nagyon jó a tartó szerkezete. Tehát az nem vasból van, az horganyból van. Tehát ez mondjuk azt, hogy elnyűhetetlen.
faiskolai dugványok, amiről beszéltünk. Ez kék szakál. Igen, Caryopteris. Igen, 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 ugye lehet látni. Ugyan 150 darab van benne, egyesével. A hidrangják, amiket ugye legutóbb. És akkor, ha már alul kijön a gyökere, akkor már lehet, már lehet látni, akkor már lehet becserepezni. Igen, akkor kerül cserepezésre. És hogy milyen egyszerű amúgy. Hát csak amíg meggyökeredik, minden nap figyelni, megspriccelni, igen, addig nem egyszerű, de utána már. De hogy milyen szép és tényleg lesz. És az majdnem mind sikerült. Hát, az az is egy élmény, hogy megyünk. Sikerül, hogy mennyi sikerül belőle. Hol a hortenzia? Ja, hát van az Annabel hortenzia. Tehát így el van fektetve, most ezt kiveszem, ez nem, éppen nem a legszebb. És akkor innen kijön a gyökér, levágjuk, ha végén sikerül, akkor kettő lesz belőle. Tehát most rá van téve a föld tetejéről. Sok van. Így egyet majd beültetem utána, mert ne dobjuk ki. Aha. Tehát ez egy fektetett fás dugvány. Hihetetlen. Eszembe nem jutott. Tehát, valami. Hogy nem szárad ki, mert ugye szigeteli a perlit, és akkor kihajt. Nagyon jó. Tehát mindegy, hogy így hajt, vagy egyenesen, tehát be tudjuk tenni a cserépbe utána. És ott a rengeteg gyökér. Igen, igen. És ezt mikor raktátok el? Télen. Ez télen? Télen, ez fás dugvány volt. Aha, télen. És akkor idáig be lehet ültetni mélyebbre, és ez is nagyon gyorsan megnő. Ugye az Annabel is gyönyörű növény, gyönyörű de azért egy nagy példány elég drága. Igen. Így meg mennyit lehet szaporítani saját. De nagyon oda kell figyelni, tehát minden nap reggel meg volt párásítva. Most is, ahogyha melegebb van, akkor gyakorlatilag minden nap meg kell öntözni. De ezt is megrendelésre a kollégák elő tudják igen. állítani, szaporítani, úgyhogy... Na, akkor ez az előző üvegház csak a fűtetlen, vagy, igen, a oldal, és fűtetlen. Itt nincs fűtés, és itt szoktuk az évelőket beültetni, és mivel hogy előbb felmelegszik azért a fűtetlenbe is a levegő, már előbbre vannak, tehát már mutatnak, akár meg is nézhetjük. Itt van egy fehér Brunera, ne felejts, hozták is. A gólyaórok is már ott nyílnak. Tehát kint még nem, vagy csak most kezdenek, itt már mutatnak. És András, szorongatsz valamit? Igen, ezt a kollégák gyűjtötték a Margit szigeten, ez az Atlasz cédrusnak ugye volt a toboza, és abból ugye a kis magokat kivették, és elültették, és ilyen szépen elindult. És itt jó pár már ki is kelt, és lehet látni. Nem is jó pár. Szóval ezek nagyon picike Atlasz cédrusok. És ez mi a terv? Hát ugye tudjuk, hogy az Atlasz cédrus azért jobban viseli a meleg klímát. Uh-huh. Ugye sajnos nagyon sok ezüstfenyő meg lucfenyőt kellett kivágni a parkokba, úgyhogy arra gondoltunk, hogy idővel ezekből tudjuk majd pótolni és visszaültetni, mert azért az örökzöldekre is szükség van. Olyan. Ugye nálam van egy gyönyörű, nem egy, három cédrus, az mindenki kérdezget, itt a cédrus Deodora aureán van, de hát minden cédrust én imádok. Igen, 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 igen. Úgyhogy ez egy ilyen házi szaporítás. Na, nagyon-nagyon köszönöm, még órákig tudnám hallgatni, meg lehet, hogy órákig maradok, de aztán nem forgatjuk le, mert tényleg elképesztő mennyiségű csoda van itt nálatok, és hát reméljük, hogy akkor ezt viszont látjuk a városban. Az biztos, hiszen a növények már készen állnak a kiültetésre. Köszönjük szépen, hogy eljöttél ismételten, úgyhogy hálásak vagyunk, hogy mindenkinek be tudjuk mutatni itt a munkánkat, illetve a növényeket. Hát én tényleg egy elképesztő élmény volt, hogy most még biztos, hogy körbe megyek így kamera nélkül, és magamba szívom ezt a csodát. Köszönöm szépen, meg még sok-sok évet itt neked. Köszönöm szépen.